A karantén időszak után egyik első rendezvény volt Sátraújhelyen a Városnap. Több fellépő mellett az esti programok között Tóth Kiara és Csordás Tibor is szórakoztatta a helyi közönséget. Mindkettejüknek ez volt az első fellépése a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozások enyhítése után. Arról számoltak be mindketten, hogy alig várták, hogy újra közönség előtt léphessenek fel. Ki arra azt is elárult, hogy a karantén időszakban sem maradt tétlen. Mindenképpen egy ilyen nagy lehetőség ez megint, meg tényleg annyira feltölt, végre megint színpadon állhatok és énekeltek a közönségnek. Hát most már ideje volt, már azért nagyon hiányzott ez az érzés. Amúgy tevékeny voltam ez alatt is, tehát úgy gyakoroltam rengeteget, énektanárhoz jártam, tehát volt időm fejlődni, tanulni új dalokat, raktam ki videókat is a Facebookra, ilyen karantén éneklés, úgyhogy ja, úgyhogy tevékenykedtem az erre. Csordás Tibor volt a Sátraújhelyi programok záró fellépője. A Fiesta együttes egykori tagja elárulta, hogy a felhozatal szempontjából a korábbi Fiesta dalokat hozták el, legfőképpen a közönség kedvenceket. Izgalmakkal teli várta az év első színpadi fellépését. Nagyon vártuk már, most már nem is tudom hány hónapja nem voltunk színpadon. Konkrétan már át kellett gondolnom, hogy mit kell csinálni egy énekesnek, mert már nem emlékeztem, hogy mi is igazából a munkám. Úgyhogy nagyon vártuk, kicsit vérzik a szívem, hogy pont rögtön egy ilyen variálással kezdődött, hogy kintről be kellett hozni. Remélem, hogy kárpótolunk mindenért. Sajnos a magja még mindig ugyanaz, ami régen volt, tehát hogy annak ellenére, hogy nekem van új lemezem, és még a lemez után is vannak új dalok, azért a közönség természetesen a régi nagy slágereket várja tőlem, úgyhogy ma is gyakorlatilag egy, max. Kettő, de most visszaszívom, szerintem csak egy darab új dalt fogok játszani. Úgyhogy akik szerettek minket 15-20 évvel ezelőtt, azok szerintem ma sem fognak csalódni. Csordás Tibor hozzátette, hogy reményei szerint nem ez volt az utolsó fellépése Zemplénben. Hamarosan egy másik, Sátraújhelyhez közeli helyszínen is fel fog lépni, de azt egyelőre nem árult el, hogy hol.